A tokaji borvidék 27 települést foglal magába, és mintegy 8 hegyközség segíti a mindennapokat. Jelentős történelmi, kulturális és gasztronómiai örökséggel rendelkezik az 1737-ben elsőként létrehozott zárt borvidék. Az identitás erősítés és ezeknek a minél szélesebb körben való megismertetése is célja, a Nemzeti Hegyközségi Tanács azon belül is a tokaji borvidék hegyközségi tanácsának, mondta televíziónknak dr. Molnár Péter elnök. 2018-ban a hegyközségi rendszeren belül megalkottunk egy olyan több pontból álló alapvetésrendszert, úgy hívjuk, hogy stratégiai alapvetések, ami a hegyközségi tanács honlapján folyamatosan elérhető, amiben végig gondoltunk az életünket. Szakmailag a szabályozási környezettől, a szőlészeti borászati kérdéseken keresztül, oktatás, kutatás, ugye, és a piaci oldalt is, és azt láttuk, hogy rengeteg tennivalónk van, és struktúráltan azt a munkát el is kezdtük. És ennek egy kicsúcsosodása most a piacépítés promóció tekintetében az a munka, amelyet tulajdonképpen 2020-ban alapoztunk meg, akkor egy pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztériumhoz, Európán belüli és Európai Unión kívüli piacok irányából szeretnénk egy komoly közösségi borpromóciót csinálni. Ez azért nagyon fontos, mert az az első hivatalos tokai közösségi borpromóció. A tokai borvidék hegyközségi tanácsának kezdeményezéséhez 12 pincészet is csatlakozott, amelyek összehangoltan végzik munkájukat több lehetőség mentén. A harmadik országokból, itt például kiemelném az Egyesült Királyságot, beutaztatunk olyan fontos szakembereket, borítészeket, véleményformálókat, akik aztán viszik a jó hírünket, írások jelennek meg rólunk, és abszolút a tokai bor jó hírnevét keltik az adott piacon. Mindemellett nagyon fontos információ, ez egy friss információ, hogy elindult a borvidék új hivatalos honlapja, a winesoftokai.hu. Mindenki megtalálhatja, mindemellett a social media, a közösségi média felületeink is hasonló névvel aktívak már. Ez azért nagyon fontos, mert ez egy olyan referencia honlap, ahol valóban hivatalos, friss információk jelennek meg a tokai borvidék, a tokai bor történelméről, jellegzetességéről, szőrészetéről, borászatáról. Viszont én azt gondolom, hogy ez hiánypótló, magyar és angol nyelven működtetjük. A tokai borvidék egészének megerősítése a cél, amelyet várhatóan a Nemzeti Bormarketing Stratégia is erősíteni fog.